Egész jól bírja az az Impact Hammer. Az erős durability fejlesztésnek köszönhetően. Nyilván benne van az íre, a Wikipedia oldalon, hogy mennyi ütést bír ki egy ilyen Impact Hammer. Meg mennyit ér mondjuk egy ilyen dupla alter támadás. Na, elértem a százat! Na, csináltam egy jó kis tisztogatást. Ide még bemehetek esetleg. Ide szoktunk mindig jönni a fő sztoriban. Aha, most már ez is ilyen alternatív küldetés, hogy a bootleg zombrexeket lehet összegyűjtögetni. Ami itt van a kuka mögött. Fú, kukából orvosságot. Aha. Ebből 20 darab van összesen, és ezzel lehet 5000-eket gyűjtögetni, és nyilván dupla annyit kapunk, hogyha begyűjtöttük mind a 20-at. És szerintem achievement is jár ezé. Nézzétek, még nem villog még az Impact Hammer. Ez egy jó bírja, ez egy jó erős izé. Jó erős durability-vel rendelkezik, és ez tetszik. Na végre! Mehetünk vissza. De mondhatnám az, ebben van anyag. Na, és akkor szépen visszamegyek, és akkor iszok pár itókát, sört, narancslevet, vagy nem tudom mi micsodát, és akkor szépen magamhoz veszem a másik Impact Hammert, ha lesz annyi cuccom, hogy úgy meg tudjam oldani. Jó felé megyek? Nem jó felé megyek, de hogy megyek, jó irányba, öcsém. Ott az ajtó. Nézzük. A lézerkardén mondjuk azért kár. Akkor kicserélem a másikra, de előbb iszok egy kis bort. Így, a másik hammer. És akkor dumágassunk. Na, mi a helyzet? Teddy kúriájában military frekvenciák. Tehát mondom, Hemlockék műve volt ez, hogy kikapcsolták az Ombrex chippeket, ami nem működnek. Mert jelzés van, amivel így, hogy mondjam, le tudják blokkolni a chipnek az erejét, és ezért van az, hogy kikapcsoltak. És ezért van az, hogy nálam is kikapcsolt az Ombrex. Egy junkar! Jól van. Na, akkor azt a jamming cuccot kell kikapcsolnunk. De hogyan haladjunk, mert... nem szóltam, így egyenesen kéne haladni. Próbálnék oda menni, ha tudnám, hogy melyik az az irány, ahová tovább tudnék haladni. Léci? Azaz! Csak át kell férnem a kamion mellett, ez az! Ne! Sehogy sem megy. Jó, leszarom. Ryan közlegényben mentéssel leszarom. Biohazard rakás. Biohazard rakás. Tehát ez azok a pötty jelzések. Tehát, hogy... Aha. Fel kell gyújtani.
Ilyen zombi kupacokat kell felgyújtanom. Ennyi. És ebből 40 darab van, 5000-esével legyűjtögetni a PP-t, nyilvánvaló, hogy nem fogom. Jó, keressünk egy garást. Jó, hol van itt közelben garázs? Olyan egy sejtésem, hogy valahol itt lesz. Vissza kell mennem. Megnyomtam a 8-ast, akkor ne legyen más már a kezemben. Jó van. Ez nem szuper garázs, ez csak egy átlagos garázs. Ez nem kombó, nem kombós garázs. Biohazard kupac a közelben. Ryan halott. Időparadoxon, a Ryan közlegény film nem létezik. Vannak itt izé Zombrex chipek. Királyokkal. Na. Ott a garázs. És akkor most vissza kell mennünk izé Sunset Hillbe, úgyhogy a szokásos útvonalon haladok. Igaz, hosszú útvonal lesz, de nem érdekel. Az a kérdés, jó felé haladok. Igen, jó felé haladok. Ja, a frekvenciákra visszatérve, neked is van chipped, ugye? ZDC technológiát használsz, hogy engem trekkeljél be? Mi vagy te, stalker? Bízik bennünk. Rossz felé mentem. Rott élepet, de utálom ezt. Az a baj, hogy a szövegre figyeltem. Tudom, hogy van kézifék, de arra azzal nem érek el semmit. Mi történt? Úgy felborultam, hogy már nem is kanyarodtam. Na itt vagyok a kórháznál. De nem ide kellett jönnöm. Repül a kocsi, ki tudja hol áll meg. Bemértek engemet is, biztos azért, hogy követnek engem, vagy valami. Érted, nem működik a chip bennem, de azért azért be tudnak mérni engem, hogy külön. De jó! Itt a teherbe toborzott katonaság. Át tudtam jutni, ez az! Erről volt szó. Na, irány a kúria. Teddy kúriája, ahol éppen a... Elkaptuk az elnököt, ami a törött szárnyú sasmadár hadművelet volt, illetve annál a kúriánál ölték meg Angelt.
Na. Elő a nagypapát. Az egy RPG-s. Nem. Az csak egy sima katona volt. Bizonyítékot kell gyűjtenünk. Oké. Spec Ops-okat tisztítani. Aha, majdnem elpusztították a bizonyítékot. Laborból. A Hemlock parancsára vasútállomás. Marion Mellon adta le a jelet. Aha. Akkor irány a labor, ami ott van a vasútállomásnál, az ami itt van lent. Így van. Vissza kell menni. Nem. Nem, ide kell lejönni, Dél-Almudába, méghozzá úgy, hogy a metrón keresztül. Úgyhogy ide kell jönni. De lassan mozog ez. Így. És akkor ide kell lejönni. Van itt railgun is. És akkor oda kell lejutnom. Hé. Szóval ide kell lejutnom, méghozzá úgy, hogy jó útvonalon haladtam volna. Ne borulj fel, Léci! Ne borulj föl! Jó, oké. És akkor szokásos kerülő! Oh yeah! És akkor ide kell jönni, és akkor itt kell lemenni lefele. Na, ciao Rollerhawk! Megyek lefele. És akkor már harmadszor járok itt egyébként. Volt itt nagy írtogatás. Biztos vagyok benne, hogy Spec Ops-osok is vannak itt. Inkább előveszem ezt. Már hallom. Itt lentebb van. Hát ki kell menni. Hozzá itt. Ott lesz, csak előre kell haladni. Üha! De jó, hogy ezt hoztam magammal? Csinálok egy mentést. Hol volt itt a mentő? Volt itt egy mentőtojtoj. Ott a mentőtojtoj. Megvan a 48.000 kill. Mentés. Haladunk tovább.
Ó, igen. Na, közben szintet is léptem, vagy hát attribútumpontot gyűjtöttem volna. Na, itt vagyok a laborban. És az az ajtó, ami soha nem nyílt ki, most már végleg kinyílt. És itt ide kellett jutni. Hú, de büdös. Ja, innen menekültünk ki, és itt a halott Diego. Akkor ez már a játék vége felé. Az alapsztori vége felé haladunk. Tehát 7.-6. fejezet között vagyunk, de szerintem 7. Fogolytábor a taxi taxitársaságnál. Ó, ott a csíp a nyakában. Ó, most kiveszi magából a csippet. Aha, és így néz ki. De... a tarkóján keresztül vette ki? Akkor értem. Akkor nem vágta el a torkát, hogyha itt van izé ütőér környékén. Jó van. Na, akkor... innentől indult be a játék utolsó fejezete. Akkor el kell mennünk a bázisra, ami hogy a taxi állomásnál van. Az itt van Ingletonban, itt, hát akkor kénytelen vagyunk ide följutni. De az a baj, hogy blokád van. Így is, meg úgy is, tehát kénytelen vagyunk. Mindenhol blokád van, tehát akkor csak gyalog tudunk bemenni. Vagy, ja nem, ezen keresztül tudunk itt följutni. Úgyhogy... nem így kell haladnom sajnos. Jó, van itt izé! Junk bike, úgyhogy ezzel megyek. Kicsit felgyorsítom a haladást. Most ezzel még lő is, mi is lehet. Amikor kimegyek, pont ott van egy robbanó horda. Ki a pöcsöm találta ezt ki? Meg tudnám ölni, mint egy zombit. És ha már járművet kaptam, és van engedélyem erre menni, akkor tudjátok, hogy én mit fogok csinálni. Mocskos anyádba. Ne! 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 Ne csináld ezt velem! Ne csináld ezt velem, hogy rohadjál meg a büdös rosszabb életbe! Egy pici dolgon fönnakadok és fölborulok, hát nem igaz már! Bágos szar optimalizálatlan fost még életemben nem láttam! Nem hiszem el! És megint megvárhatom, amíg föl izélődik az a szar csík, amivel újabb kocsit tudok venni magamnak. Nem, visszamegyek és megvárom. Tehát én nem fogok ilyen átlagos szar cuccot vinni magammal, hanem viszek magammal egy hatásos cuccot. És szerintem jól el is húztam a garástól. Közben megölnek. Ha ezt kiavították volna, vagy ezt jól kezelték volna, akkor még azt tudnám, meg tudnám bocsátani. De így nem! És te nézd meg, ennyit kell várnom. Tudod, ki fog erre várni? Ó, Istenem!
Jó, akkor ezzel megyek. Pöcsönbe most már. Ez aztán a kézi fék. Ú, de szeretlek. Akkor csak az átlagos kocsik, tehát nem a kombó kocsik, hanem az átlagos kocsik nem tudnak széttörni, mert se az ablak nem tört be semmi más, szóval csak az átlagos autókat tudom használni. Értem. Na és visszajöttem ide a bázishoz. Igen, ugyanide be kell menni. Most már harmadszor megyek be. Egyszer Kingként, egyszer Nickként, most meg Bradként. Anyád! Mi ez a fogadóbizottság, öcsém? Osztorolatéret, így kijöttek, mint a izé. Mint a tömegoszlató rendőrök még a 2006-os években. Igen, tudom, miről beszélek. És ne legyen téma erről. Na, oda fel kell jutni, hát akkor tudom, hogy kell oda feljutni. Ott egy szobor, de rég láttam szobrot. Na, 70-ből 20 darab. Ugrás, és már ide kerültem. Ugye itt ölték meg az elnöknőt. És ott volt egy blueprint. Szerintem most lesz vége. Ó, itt a Kane, itt a halott Kane, aki viszi a dobozt, a fekete dobozt magával. Ugye Nick már megölte. Aha, tehát ő nem pusztította el. Hemlock megölte az elnököt. Ez a bizonyíték. Meg is harapták. Tehát nem csak Nick megölte, hanem nem csak hogy szétcseszte, hanem még izé meg is harapták. Na, megvan a fekete doboz, az amit ugye el kellett volna pusztítania Kane-nek, de nem tettem, mert megtudta, hogy Hemlock mire készül, mi volt az igazi célja igazából, és... Na, megvan minden, és most vissza a kórházba. Úristen. Jó, oké, nem akadok fel ilyen apróságokon. Na, gyerünk egy garázshoz. Vegyünk magunkhoz mocit, én már biztos, hogy vissza kellett volna töltödni a cuccnak. Pont a közelben vagyok, úgyhogy itt... Vagy itt lesz egy garázs.
Big Buck, ez nem az. Ahol itt van. Ó, nem is kell! Jó van, ez tökéletes! Jó van! Nem kell garázshoz menni, jó van! Vissza a kórházba! Ami egyébként azt hogy fogom megoldani? Mert a fél útszakasz le van zárva. Tehát itt nem tudok átmenni. Tehát úgy tudom megcsinálni, hogy ezen keresztül itt, rohadjál meg, ezen keresztül ide, így tudok csak menni. Jó, próbáljunk meg nem megdögleni. Jó, akkor tartom az egyenest, és a legvégén bekanyarodok jobbra. Tehát az átlagos járművek nem tudnak elpusztulni, de a kombósok igen. Most bezzeg tud simán haladni. Jó, ez volt az a nagy veszély, amitől nagyon tartottam. Innentől kezdve már szabad az út befele. Na. Nézd meg, milyen szépen tudtam haladni. Eddig, az elmúlt gameplayek alatt ez miért nem sikerült? Na, már most kezdi, de nem, szépen tudok haladni. Kellett pofáznom erről. Mindegy, beugrok a Lamborghinibe, ez legalább nem tud szétcsesződni, viszont hipergyorsan ott leszek. Milyen kutya síp hangja van, öcsém. Na. Ne, én vagyok az, te hülye! Ne lőd szét a kocsimat, légy szíves, jó? Ne pufölj szét. Ja? Jaj, csak így bemosol a zombiknak. Ja, jó van, oké. Okay. Ó, ez az új kocsi? Ja, ez az EDC-nek a takarítója! Ez is izé pre-order DLC-ben. Olyan fagyasztó cuccokat lehet. Aha, túlélőket összegyűjteni a kommunikációs táborban. Aha, te be kell gyűjteni az illegálisokat. Tehát úgy segíteni kell nekik. Gyerekek! A hangtechnikus pofán tudnám csapni. Tehát a távolban robban fel a palack, és itt az a fülem mellett durran. Nem fogom ezt használni, gyerekek, mert iszonyat fülsüketítő. De még le is vettem a hangerőt, mármint a füles hangerejét, tehát nem a játék hang effektjeit vettem le. Aha. Jó, nem arra kell mennem. Hát, ezt aki kitalálta. De érted, más hangeffekt meg olyan cseszett halk, mint ez is, ezek is. Ez. Ez cseszett hangos! Ízides Istenem! Jó felé haladok, igen. Ezzel nem bajlódok, mert simán át tudok menni. Csak így plucs. Letépem a platformot, az őrtornyot, és akkor ennyi. Ott vagyunk, megcsináltuk.
Igen, azért csatlakozott a ZDC-hez, hogy megmentse az embereket, nem pedig likvidálni őket. Na, itt van. Itt van Gary, itt van Ronda, itt van Jeremy. Ja, hogy azért maradtak itt. És akkor mi mentjük meg őket. Ah, értem. Ez tök jó meg van oldva. És egy érted, hogy a csomó ember kérdezi izé, hogy nincs egy-két jó betömve a sztoriba. Nem. Játszod ezeket a DLC-ket, és minden történeti bug, karakterszál be lesz foltozva. Tehát például mi mentettük meg Garyt meg Rondát a városból, akik meg itt maradtak még a sztori alatt. Mert ők nem akartak repülővel menni. Ja, és még nem indult el még az overtime mód, amikor Hemlock be akarja gyűjteni drónokkal az izéket, a királyokat, a zombi királyokat. És hová kell mennem? Ide. Jó, akkor a szokásos útvonalon haladok. És milyen jó, hogy amikor összegyűjtöttem a túlélőket, akkor a kocsi életenergiája regenerálódott. Ne, Léci, ne, nem, most ne akadjál be abba a milicista kamionba, öcsém! Most ne akadjál be, könyörgöm az égre! Anyád, rohadjon meg keresztbe, te köcsök szemét! Ráadásul ennek a rakétavetője egy fos. Ezzel nem lehet rendesen célozni, senkit nem talál el, területi sebzés nincsen. Ez egy fos! Szólottam. Meg kéne fordulni, igen. Ez is milyen nehezen tud. Ó, ebben van nitró! Jó van, oké, jó van, most már nem kell baj siránkodnom emiatt, hogy veszett lassú a jármű. Elmegy mellette. Aha. Amikor már nem szivárog a gáz a kipufogókból, akkor lehet újra nitrózni. Most. Csak befagyasztja. Tehát nem robbantja fel őket. Na, 3/4-nél van az életenergiája az EDC kamionnak. Meg azt nem értem, hogyha alapból oké, megértem, hogy sztori járgányról van szó, tehát enélkül nem lehet megcsinálni a küldetést. De alapból már megvan az a fejlesztés, hogy a kocsik már nem, a kocsik már izé már nem tudnak összetörni. És ez elvileg nem kombó kocsi, hanem egy átlagos kocsi, akkor ennek nem kéne izé mondjuk sérülnie. Én úgy gondolom. Borzasztó. Ne. Befejezem a lövöldözést, mert ez borzasztó hallgatni. Az lesz majd az érdekes, hogy hogyan fogok tudni ezzel a monstrummal átkelni a tüzéjáték izén. Pont utána kell menni. Ja, fel kell vennünk Nelsont, azért kell erre jönni. Semmi hatása nem volt. Na, felborul a kocsi! Nem borult fel a kocsi! Itt van Nelson! Szállj már be a kocsiba! Szállj már be! Mi ebben a rohadt nehéz beszállni? Még a végén beakadt volna a sarokba, és akkor azért nem tudtam volna haladni. Na, parancsnokság.
Na, az EDC parancsnoksággal felvettem kapcsolatot, és hogy hozok túlélőket, tehát nyilvánvaló meg lehet oldani, hogy az EDC nem a Spec Ops-nak a parancsait követi. Na, az EDC a zombi CIA, tehát ők a jó fiúk. Csak mindig ki azt hiszi, hogy ő is együtt dolgozik a Spec Ops-osokkal, de hát ez nem így van. És megint rossz irányba megyek! Megint rossz irányba megyek! És ki kell menekülni a városból, na végre! Így jut Brad a negyedik részbe. Nem adjuk fel. Egyébként milyen érdekes, hogy ezt is Bradnek hívják, mint az első rész Bradje, és megvolt. Na itt a katonai bázis. És arra kell menni. Aha, és ott a vége. Ja, itt volt, ahol Nickkel ugye összegyűjtöttük a cuccokat, tehát hogy itt kezdtük a nulladik fejezetet. Na. Meg leszünk, gyerekek, meg leszünk, meg lesz az a mountain bike, Ferikém, meg lesz mindjárt. Na istenek, itt nincs blokád. Jó van! Megúsztuk, gyerekek! Kim vagyunk a városból. Van itt még egy pár katona, de leszarjuk. Kim vagyunk a városból! Na. Itt van az a vendéglő, ahol a Rickék kezdték az egészet. Na. Szerintem már meg vagyunk. Na, ennyi volt. Itt van az EDC-s helikopter. Megérkeztünk, és már húzhatunk. Brad, szálljál föl, te is mennél, különben nem fog elindulni a negyedik film. Vagy a negyedik játék, na. Azt hittem, ő is ott marad. Na. Ex-ZDC-sként fog tovább élni. It all in my little room. I could have taken the tapes with me, but maybe some stories are better left untold. Szóval így kapta meg a nevét az Untold Stories, tehát hogy törik, amik nincsenek elmesélve. Szóval Jamie, hogy mondjam, a sírjába viszi magával a bizonyítékokat. Tehát konkrétan ő tudta végig, hogy mi történik itt, és természetesen a bizonyítékokat elpusztította. És így vált ezek a story DLC-k, ezek a DLC és minisztorik elmeséletlenné, untoldá. Na, hölgyeim és uraim, gyerekek, ez volt a Dead Rising 3 Untold Stories of Los Perdidos DLC-k. Mind a négy epizód megvan, és ez volt ugye a negyedik epizód, az utolsó epizód, a The Last Agent, az utolsó ügynök, az utolsó ZDC ügynök sztoria, ez volt. Gyerekek, ezzel a videóval befejeztük a Dead Rising 3 végigjátszást. Gyerekek, én nagyon élveztem ezt a játékot, az alapjáték végén elmondtam a véleményemet a játékkal kapcsolatban, illetve így meg folyamatosan lehetett látni, hogy mik a negatívumok számomra, mik a pozitívumok számomra, hogy mindent elmondtam, úgyhogy én nagyon rövidre vinném a dolgot. Összegzésképpen 50-es szinten ma 1.095.302.479 prestige pontot gyűjtöttünk össze, 57 kombó fegyvert csináltunk, 11 kombó járművet készítettünk, illetve kis hiány 50 ezer zombit öltünk meg, 49.171-et pontosan. Gyerekek, ennyi voltam mára, nagyon köszönöm szépen a figyelmet, ezzel lezártuk a Dead Rising 3 végigjátszást, és nem sokára jön a Dead Rising 4,
és azzal fogom lezárni a teljes Dead Rising franchise-t, és egy életre, hogy mondjam, lekönyvelhetem magamnak egy újabb franchise-t a végigjátszásaim között. Úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, like, dislike, komment szekcióban magyarázzátok el, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mit kellett volna csinálnom, mit hagytam ki, meg egyéb dolog. Illetve természetesen a leírásban megtalálhatjátok a virtuális archívumomat, amin az eddig végigjátszott játékokat lehet látni, kommentes, no kommentes, Dafa gameplay, illetve első benyomásokat, úgyhogy ott lehet válogatni, és feltenni a kérdést, hogy ajánlani a játékokat, hogy ezt szeretném végigtolni, vagy ezt végig fogom-e tolni, meg ilyesmi. Na, gyerekek, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további zombimentes szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!